Azban a tudatban élek, hogy én a világ közepén paradicsomi állapotok között létezek, és van egy másik ember is, igaz, hogy nem Máté Szalkán, hanem Kaposmérőn, aki pontosan ugyanezt vallja, hogy paradicsomi állapotok között a világ közepén él. Hát gondoltuk, akkor összerakjuk ezt a két világ közepét, és legyen itt Máté Szalkán most idéglenesen. Néhány héttel ezelőtt Kaposmérőn volt a világ közepén, mert akkor Ungvári doktor úrral mi is ott voltunk, és most pedig itt van Kassai Lajos. Sok szeretettel köszöntöm, kérem, foglalj helyet. Kezdjük el, csókolom, jó estét kívánok. Ez a cigányok között úgy zajlott ez a párbeszéd, hogy hát ez zsiga, ha ki a világ legjobb prímása? Ha én? Na és én? Ha meg te? Kedves prímás úr, foglaljon helyet. Ígérem, hogy csak a bevezető néhány mondat lesz az enyém, aztán onnantól kezdve Kassai Lajosé a szó. Pici magyarázat. Mégiscsak tudom, nagyon sokan szeretik Kassai Lajost, rengeteg előadása van. Én lepődtem meg a legjobban, amikor elkezdtem keresgélni az interneten, hogy milyen sok beszélgetés van vele, milyen sok portréfilm készült róla. Akik Máté Szalkán engem ismernek, azok tudják, hogy a sportolás az nem áll nagyon hozzám közel, úgy 20 éves korom körül levált rólam a sport, nem tudom miért. És annyit tudtam csak, hogy létezik Magyarországon egy zseniális ember, Kassai Lajos, lovasíjász. Olyannyira tudtam, zsigereimben is tudtam, hogy nem akárki ő, hogy a mi iskolánkban, a sportgalériában fő helyen szerepel Kassai Lajos fotója, és persze a nevével, a felirattal, és a gyerekek mindig a testnevelés óra előtt ugye adálnak egy-egy kép elé, és akkor be kell számolniuk, hogy ki az az illető, és hát már ismerik Kassai Lajost is. De ezen túl nem sokat tudtam róla, és nem is gondoltam, hogy engem a lovasíjászat érdekel. És aztán találkoztunk Budapesten, a Férfiak klubjában, Bedő Imrének köszönhetjük, aki a Férfiak klubjának főszervezője. 2017-ben, és emlékeztetnem kell Kassai urat arra, hogy mi már akkor találkoztunk. Csak, bocsánat, inkább láttuk egymást. Én emlékszem is az összenézésünkre. Az övéből például ez volt, ki ez az űrge itt. Én meg arra gondoltam, ő lenne Kassai Lajos. Tehát valami ilyesmi párbeszéd játszódott le hangok nélkül közöttünk. Aztán utána sokáig nem találkoztunk, illetve nem is láttuk egymást, és Bedő Imre jóvoltából ez év májusában volt Budapesten egy találkozó, és én nagyon büszkén elmondhatom, hogy amikor csak úgy három mondatban, igaz, hogy ez a három mondat három-ed óráig tartott, elmeséltem, hogy Máté Szalka milyen nagyszerű hely, és hogy ott van például egy iskola, ahol ilyen különleges módon dolgozunk, és akkor Kassai Lajos, magam sem hittem, hogy ez érdekelni fogja. És egyszer csak telefon, és azt mondta, hogy ő utána nézett ennek az iskolának, tényleg nem beszéltem hülyeségeket, meg ennek a kis városkának, szóval ez egy nem akármilyen hely. Első nekifutásban Ungvári doktor úrral menjünk el, nézzük meg Kaposmérőt, aztán majd jön ide, és most van az ide. Itt van Kassai Lajos. Igaz, hogy 8 egész nappal idősebb vagyok. Ez látszik is. Így van. És mi egymás között is, és a nyilvánosság előtt is, és mindig minden formában magázódunk. Önökkel is magázódik Kassai Lajos, és velünk is, Ungvári doktor úrral is. Persze ő azt mondta viccesen, hogy ismerne letegezni engem, amikor 8 nappal idősebb vagyok, de ennek valami más magyarázata van. És akkor így csapjunk bele a közepébe. Mi a magyarázata annak, hogy magázódunk, és a magázódás visszatért az életébe, mert nem volt mindig így. Még annyit szeretnék elmondani a kedves közönségnek, hogy 35 éve nyitottam ki a völgy kapuit, és 35 éve minden hónap első szombatján a völgy látogatható, és az első alkalommal 4-en voltunk, a fő kérdések a köré csoportosultak, hogy melyik a vezértól, hogy kell az idegre fölhelyezni a göböt, hogy kell feszíteni az íjat, de ez alatt a 35 év alatt kialakult egy történelmi hagyományőrzés, kialakult egy harci művészet, amiből aztán Hungarikum lett,
és kialakult egyfajta gondolkodásmód, ami az ökológia, a történelem és ennek a népnek a lelkéből jött létre, és ezeknek a nyílt napoknak mindig ugyanaz a menetrendje, hogy délután van egy közönség találkozó, ahol én nem előadást tartok, hanem a közönség tehet föl kérdéseket, és ezekben nagyon jó beszélgetések szoktak kialakulni. Úgyhogy én arra kérem önöket is, hogy a tanár úr majd biztos, hogy fog föltenni kérdéseket, de szeretném, hogyha önöket is, hogyha valami érdekli, akkor nyugodtan tegyék fel a kérdést. A magázódás az pedig úgy alakult ki, hogy engem borzasztóan zavart a trágár beszéd, főleg a sajátom. Tehát én a feszültség levezetésnek a legrosszabb formáját választottam, elképesztő módon káromkodtam. És ennek az volt az oka, hogy nyitva hagyták a kaput, a mangalicák bementek a konyhakertbe, és szétdulták a konyhakertemet. És hát ki volt az, aki nyitva hagyta a kaput, és akkor nem telik bele két hét, akkor nyitva hagyták a vendégszobának az ajtaját. Na most el tudják képzelni, hogy oda bement 10 mangalica, mi maradt abból a vendégszobából. Nem mondom el, hogy akkor mit mondtam. Tehát okom mindig volt a cifra káromkodásra, de zavart. Zavart a közbeszéd, és valahogy én szerettem volna lejönni erről a ringlisről, de nem igazán tudtam. És nekem van egy nagyon jó barátom, Zsigmond Gyula, aki a Menza tagja, egy 180 fölötti IQ-val rendelkező építész, matematikus és pszichológusról van szó, aki nagyjából majdnem az apám korabeli lehetne, és vele mindig beszélgetünk, és ő mindig elmeséli azt, hogy milyen tragédiák történtek Svédországban, hogy Svédország egyre távolodik attól a Svédországtól, ami a 60-as, 70-es években jellemezte, hogyha valaki a pénztárcáját ott hagyta egy buszmegállóba, a következő busszal visszament, és ott megtalálta. Tehát egy szabálykövető, rendkívül tisztességes, becsületes, dolgos nép volt. És hát a bevándorlásnak köszönhető, különböző ideológiai váltásoknak köszönhető, ez már nyomaiba se jelenik meg. A bandaháborúknak, a kábítószernek és az etnikai bevándorlásnak köszönhetően, hát gyakorlatilag ennek a Svédországnak vége. És egyszer megkérdeztem tőle, hogy Gyula, mi lehetett az első lépcsőfok, ami lefelé vezetett. És ő azt mondta, hogy véleményem szerint az, amikor Olaf Palme beszüntette a magázódást. És akkor én ezen elgondolkodtam, hogy beszüntette a magázódást, és akkor egyszerre tanárdiák elkezdett tegeződni, egyszerre fölborult az az átmenet, hogy amíg nem ismerjük egymást, addig van egy tiszteletadás, ebből a tiszteletadásból van egy közvetlen váltás. Hát valahogy ahogy engem tanítottak, és ez úgy sokáig bent volt a fejembe, és amikor beléptem az IKEA-ba és letegeztek, akkor hoztam a döntést, hogy meg kéne próbálni, hogy változtassunk ezen valamit, és én megkértem a közvetlen környezetemben lévő tanítványokat, kollégákat, hogy nézzük meg, tegyünk egy próbát, térjünk vissza erre a magázódásra, és egy szempillantás alatt eltűnt a trágár beszéd, megjelent a tiszteletnek egy magasabb szintű formája, és én elindítottam egy ilyen társadalmi mozgalmat, hogy hát adjuk már meg egymásnak a tiszteletet. Hát ha életemben nem láttam, nem ismertem egy embert, akkor ne kezdjem letegezni. Az, amikor én sorbálok a pénztárnál, majd a 18 éves kislány megkérdezi, hogy szia, van kártyád, akkor nekem ez furcsa, mert engem nem erre neveltek, nem erre tanítottak. És aztán elindult ez a magázódás. Hát én biztos vagyok abban, hogyha ezt ügyesen, okosan, ez nem a fölényeskedés, nem a lenézés szintje lesz, hanem a tiszteletadásé lesz, mert ez lehet egy csendőrparti, ez lehet egy távolságtartás, tehát ezt lehet rosszul is csinálni. De ha mi ebben a magázódásban a tiszteletet adjuk meg a másiknak, akkor szerintem léptünk egyet előre. Elgondolkoztam ezen, amikor ezt a történetet először Budapesten hallottam a férfiak klubjába, hogy a nagyszüleim magázódtak, és a szüleim is magázták az ő szüleiket, és elgondolkoztam, hogy én soha nem hallottam például veszekedni őket, mert hogy is lehet magázódva veszekedni? Menjen-e maga a francba? Tehát ugye házas párok talán nem mondanak így egymásnak, és valóban pusztán ez a tény, hogy magázódnak még a szoros családi köteléken belül is,
ez valahol még az évek múlásával és a megszokottságot is bekalkulálva egyfajta tiszteletet jelent, egy pici távolságtartást. És mivel mi egykorúak vagyunk, mert ez a 8 napot most nagy vonalon engedjük el, mivel egykorúak vagyunk, ugyanezeket élem át. Tehát többek között, ugye mindig elmondom, nem szeretek bemenni üzletekbe. És ez nem csak azért van, mert a férfiak általában nem szeretnek bemenni. Azért nem szeretek bemenni pontosan azért, mert ott ez a hello világ, én így hívom, hogy hello, hello, még csak nem is azt mondják, hogy szia vagy szervusz, hanem hello, és tényleg unokánk lehetne az, aki így köszönt bennünket. És ez engem is zavart, és hogy ne kerüljön arra sor, hogy én kiosztok valakit, vagy megtanítok valakit arra, hogy hogyan kell, inkább be sem megyek az üzletbe. De ez nekem nagyon tetszik, és elmondom akkor itt most, hogy én is olyan fiatalabb kollégáimmal, és mielőtt még Kassai Lajossal találkoztam volna, vagy bármit erről tudtam volna, erről a svédországi történetről, már a gyermekem korabeli kollégáimmal sem tegeződök. És ezt én is pontosan így gondoltam este. Na, de menjünk át, mert most már megvan a tónus a beszélgetésnek, tehát a legmagasabb és a legnagyobb tisztelettel köszöntjük itt Kassai Lajost. És ugye azt a címet adtam én ennek a mai estének, hogy az együgyű ember. Hát ő, Kassai Lajos mesélt így magáról, de szigorúan különírva. Na most ez az együgy, ez a lovasíjászat. És most, amikor nemrégen otthonunkban beszélgettünk, akkor mondtam, hogy szóba fogom hozni Grosz Arnoldot, a híres grafikus művészt, aki szintén vendégünk volt, és beszélgettünk sokat, és elmondta, hogy a világon, de a világon semmi más nem érdekelte, csak a rajzolás és a képzőművészet. Tehát az iskolába se figyelt oda, semmire nem érdekelte semmi, de ez az egy, ez figyelt. És ez betette az életének a középpontjába, ez az egy ügye volt, és mivel ez nagyon-nagyon érdekelte őt, mindent a rajzról és a képzőművészetről elkezdett megtanulni. És ahogy ezeket megtanulta, hogy ezek utána nézett, elkezdett a világ kinyílni előtte. És kevés nagyobb műveltségű emberrel találkoztam, mint Grosz Arnold, és ez jutott eszembe, amikor Kassai Lajos, mint egy ügyű ember, a lovas íjászat az az egyetlen ügy, amivel ő foglalkozik, és amikor megnéztem a vele készült portréfilmeket, a beszélgetéseket, mert hála Istennek, különösen a médiának az a része, amelyik értékesnek mondható, tehát nem a bulvár, hanem az értékes média előszeretettel foglalkoztatja, vagy szerepelteti Kassai Lajost. Szóval úgy lettem észre, hogy ebből az egy ügyből kibomlott egy óriási világlátás, nagyszerű fogalmakat tisztáz magában is a környezetével. Elmesélné nekünk, hogy ebből az egy ügyből hogy lett egy mester, egy gondolkodó Kassai Lajos? Egy picit térjünk vissza az előző témához, a tisztelet. Tehát hogy nézzük meg, hogy a parlamentben milyen párbeszédek zajlanak. Nézzük meg azt, hogy beszélnek egymással emberek. Nézzük meg azt, hogy itt gyakorlatilag szinte mindent lehet mondani. Hogy honnét indulhatott ez el? És szerintem nekünk nagyon sürgősen lépéseket kellene tenni annak érdekében, hogy a tapintat az újra visszakerüljön a szótárunkba, és alkalmazzuk ezeket a kifejezéseket. Én mindenképpen úgy gondolom, hogy a liberalizmusnak az egy nagyon komoly vívmánya, hogy a vezető bírálható legyen, akár egy ország vezetője is, megkérdőjelezhető legyen a tevékenysége, számonkérési lehetőséggel bírjon bárki, aki ennek a nemzetnek a tagja. De ez a fajta stílus és ez a fajta aljasság, ami most zajlik, gyakorlatilag ez egy kontraproduktív tevékenység lehet. Ugyanis az intelligens ember az nagyon empatikus, az intelligens ember inkább visszahúzódó, érzékeny, nem bírja ezeket az övön aluli ütéseket. És hogyha mi azt akarjuk, hogy ezt az országot rinocéroszok, krokodilok és óriás teknősök irányítsák, vagyis a kontraszelekció csak azokat hagyja meg, akik ezeket az aljas rágalmakat képesek tűrni nap mint nap, elképesztő terhelés van ezeken az embereken, azért gondoljunk bele, hát akkor meg fogjuk nézni azt, hogy hova jutunk. Az, hogy a Charlie Hebdo-ba bement néhány
kalasnyikovos fiatalember és a citával válőtt mindenkit. Egy kicsit gondoljuk azt végig, hogy Izraelben törvény van arra, hogy ilyen karikatúrákat, ilyen rágalmakat vallási vezetőkről nem lehet megjeleníteni. Ha ez megtörténik, börtönbüntetés jár érte. Értjük? Tehát az a fajta szavatosság, amit nálunk van, az már átlépett egy olyan keretet, egy olyan határt, hogy elkezdünk szépen araszolgatni, ezt mi már észre se vettük a kontraproduktivitás irányába. És nekünk, véleményem szerint, mondjam azt, hogy kulturális szereplőknek nagyon fontos az, hogy a konszolidáció, a normalitás irányába vigyünk egy társadalmat, és azt mondjuk, hogy ez túl sok. Tehát, hogy én hiszek abba, hogy bárki számon kérhető legyen, én hiszek abba, hogy bárki bírálható legyen, de nem ilyen aljas módon, amit most látunk. Na most itt megint egy nagyon fontos lépés az, és ugye én azért válaszolok arra, ami kérdést itt föltett, hogy ez hogy alakult ki. Úgyhogy én járom a világot. Tehát a Szaúd-Arábiától Kanadán át. Tehát én az idejévet Szaúd-Arábiába kezdtem, aztán Kanadába adtam át edzőtábort, most Maléziába megyek, utána Kuwaitba megyek. Tehát gyakorlatilag Kínától Dél-Afrikán át Oroszországig nekem rálátásom van a világra, és látom azt, hogy különböző nemzetek különbözőképpen reagálnak az élet kihívásaira. Mindenkinek megvan a maga eszköztára. Igazán azok a nemzetek szerencsések, akik a saját talentumukat tudják felhasználni egy ilyen stratégia kialakítására, vagyis önmaguk tudnak lenni. Nem valahonnét hozzák a stratégiai elemeket, nem Moszkvából, nem Brüsszelből, nem New Yorkból, hanem ők azok, akik hoznak egy döntést, és fölépítenek egy olyan struktúrát, ami a saját nemzeti karakterükre van szabva. Tehát az a fajta demokratikus berendezkedés, amit a nyugat azt gondolja, hogy ez az egyedüli rendszer, az kivihetetlen keleten. Tehát a Szaúd-Arábiában elképzelhetetlen. És az, amit mi látunk, mondjuk az arab világról, mi az iszlámot látjuk belőle. De ez a következőképpen rétegződik. Van egy finom lakréteg, az a civilizáció. Van egy vastag zománc réteg, ez az iszlám. Ez az ő vallásuk. De a tömeg, a biliárd golyó, az ő törzsi társadalmuk. És valójában ők ebben a gondolkodásmódban gondolkodnak, és amikor ide jönnek Európába, az európaiak azt mondják, hogy majd csinálnak ilyen aranyos kultúrházakat, és ezekben a kultúrházakban majd lefejtik róluk a vallást, és konszolidálják őket, és majd olyanok lesznek, mint mi. Nem. Nem, mert teljesen eltérő struktúrájú emberek, és ezt az eltérő struktúrát alapvetően a társadalom adja meg, és megmondom őszintén, én nagyon szeretek ott lenni, nagyon jó ott lenni, mert megvannak a szabályaik. Ezek szabályokon működő társadalmak. És aki ezeket a szabályokat betartja, én azt gondolom, hogy nyugodtan élheti az életét. Sőt, én a sivatagban ezeknél a szinte nomád embereknél én borzasztóan jól érzem magam, mert egy elképesztő, ők az emlékező társadalomban vannak. Van a gondolkodó és van az emlékező társadalom. Mi a gondolkodó társadalomban létezünk, ahol mindig az újítás számít, az új ötlet számít, végig gondoljuk, hogy mi van. Az emlékező társadalomban pedig a precedens számít. Tehát visszanéznek, hogy hasonló helyzetben apám mit csinált, hasonló helyzetben nagyapám mit csinált, és akkor leülnek az öregek, és ezen elgondolkodnak. Akármennyire modern társadalom Japán, még mindig gondolkodó társadalom, még mindig a precedens számít. És ezekben a társadalmakban jó megöregedni. Most mi már itt boomerek vagyunk. Jelentsen ez bármit. Tehát mindenképpen jelzik a fiatalok, hogy hát mit már most már nagyon ne szóljunk bele az ő dolgukba, mi már megöregedtünk, egyáltalán nem értünk ebből a dologból semmit. Na most egy emlékező társadalomban nagyobb presztízse van az idősebbeknek, mert nagyobb tapasztalattal rendelkeznek, és ezekre a tapasztalatokra szükség van. Na, ez csak egy rövid kitérő volt, de térjünk vissza az én együgyűségemre. Hát az a Kaszás Gézát megkérdezték, a tanítványaim, akkor ott 3 éven keresztül készült ez a Lovasi Jász című film, hogy hát mit gondol a mesterről, és azt mondta, hogy ez egy együgyű ember.
és akkor fölemelték a szemöldöküket, és aztán mondta, hogy hát ő ezt a legpozitív értelemben úgy gondolja, hogy az ember egy ügyre tette föl az életét, és az a lovasi jászat. És valóban így van, amíg nem voltam együgyű, addig nem volt ennyire összerakott az életem, de attól a pillanattól kezdve, hogy én hoztam egy döntést, hogy egy lapra teszem föl az életemet, és ez a lovasi jászat, attól kezdve én egy nagyon egyenes pályán mozgok, és az a völgy, amit ott láttak, az 35 év munkája, olyan 35 évé, ami egy irányba halad. Megtaláljuk azt a pillanatot, amikor éppen miért nem a grafikában, miért nem valami másba szeretett bele a lovasi jászat, miért pont? Azt a pillanatot lehet rekonstruálni, amikor ezzel először szembesült, hogy ezt kellene csinálni? Egy kicsit beszéljünk a keletről, meg a nyugatról. A nyugat az a tudatosságra épít, a kelet pedig a tudatra. Mi tudatosak vagyunk, és hogyha a Kassai Lajost megkérdezik, hogy kell egy íjat elkészíteni, akkor precíz választ tud ráadni. Hogy kell egy lovat kiképezni? Arra is. Hogyan jött létre a lovasi jászat szabályrendszere? Hogy jött létre ez a harci művészete? Nyerget hogy kell elkészíteni? Mindenre tudom a választ. De ha fölteszik azt a kérdést, hogy miért teszem mindezt, azt nem tudom. Értik? Mert ez a tudat. És soha nem láttam olyan mélyen a saját tudatomban, hogy erre az egyszerű kérdésre, hogy miért csinálom én ezt, én már 35 éve nem tudtam megadni a választ. Mi a tudatosságra fektettük a nagyobb hangsúlyt, és az én életem 64 év ebbe az irányba zajlott. Keleten viszont nézik a tudatot. Keleten keresik az okokat, és mi gyakorlatilag, én nyilvánvalóan azt tartanám egészségesnek, hogyha egyfajta szimmetria létre tudna jönni, és a keletből viszont nagyon hiányzott a tudatosság. Tehát az látszott, hogy ők nagyon más dologra fektették a hangsúlyt. Hát ezek nagyon érdekes kérdések, tehát nem tudok válaszolni rá. Minden esetre akármi is volt az indítatás, de valahogy az ősök szelleméhez kellett visszatérni, hiszen a lovasi jászkodás azért mégiscsak a magyar történelmi ismereteket figyelembe véve az ős történethez, a honfoglaláshoz, a kalandozásokhoz kötődik, és nyilván itt akkor az ősök szelleméhez kellett visszatérni. Így van, és a pap Gábor hívta fel a figyelmet egy kazettás templom mennyezeten, egy ábrára, ami egy virág, ami befelé nyílik. Itt, ebben a virágban befelé nyílik ez a virág. Majd, hogyha jön egy szabad történelmi pillanat, abban a pillanatban kidugja a fejét a kis virág, és megjelenik. Na most a lovasi jászat ugyanez volt. Tehát a lovasi jászat a mi kulturális örökségünk. Egy elképesztő világ. Abban a pillanatban, hogy ez a kis bimbó egy kicsit, vége lett a kommunizmus, 88-at írunk. Nincs még vége a kommunizmusnak, de az elvtársak már a gazdagodáson törik a fejüket, amit még akkor nem tudunk, de ők már tudják azt, hogy a saját pozíciójukat hogyan tudják pénzre váltani, és kialakul egy ilyen senki földje. Tehát ez a 80-as évek vége. A nagyon vége, ez a senki földje, ott már megjelenik egy ilyen, ez a virág egy résnyire kinyílik, és 90-ben azonnal kibújik a lovasi jászat, és olyan erővel bújik ki gyakorlatilag, hogy innét a Kárpát-medencéből szóródnak aztán szét a magvak a világ minden irányába, és most gyakorlatilag ez az etalon, ez a követendő példa, jelenleg 34 nemzetközi bíró 16 országban oktatja és viszi tovább ezt a kiváló harci művészetet, és aztán folyamatosan jönnek az újak. Közel vagyunk egy áttöréshez. Én Svájcban hoztam létre a lovasi jászatnak a központját, Lozánba, ugyanis nekem a világot integrálni kell. És nagyon, nagyon jó sportdiplomatának kell lenni, akkor, amikor én egyszerre integrálom Szaúd-Arábiát és Iránt. Ugye a szunita-síta
Tehát nagyon komoly ellentétek vannak a világban. Nekem ezeket az ellentéteken túlmenőleg ezeket az embereket egy asztalhoz kell leültetni, és különböző vallási, különböző kulturális környezetben lévő emberek egyetlen egy célért küzdenek, és ez a lovasi jászat minősége. Lozán, Svájc. Na de hölgyeim és uraim, én azonnal haza fogom ezt hozni. Ez sportpolitika. Ez azért van, mert most könnyen megy előre az ügy, mert ez egy hívó. Ez Svájc, ez most egy hívó szó. Mindenki nyugodt a világ minden részén, ez egy független állam. A Lozánban van az olimpiai sportoknak a központja, ezt mindenki látja. Ha én elérek egy kritikus szintet, amikor már nem fog számítani, és nem állok olyan távol ettől, akkor azonnal a hazám lesz a központja ennek a dolognak. Igen, de a lovasi jászat, akármennyire szétszórjuk a világban, Szaúd-Arábiától Kanadáig, ez akkor is a magyar ősi szellemnek lesz a szerves része, és abból nőtt ki. Nekünk többet és mást jelent. Valószínűleg a világ más pontjain ez egy sport, de nálunk ez több, mint egy sport. És ezt azért is feszegetem ezt, mert aki az ősi szellemiséggel foglalkozik, és az ősi hagyományokkal, és a lovasi jászat, ugye ez nyilvánvalóan az, akkor annak a magyarság őstörténetével is kell foglalkoznia. Kétféle nemzet van. Az egyikben vannak történelmi gyökerei lovasi jászatnak, a másikban nincsenek. Szaúd-Arábiában vannak, hiszen az arabok lovasi jásztak. Kínában vannak, hiszen a kínaiak lovasi jászak. Nem sorolom Mongóliát, nem sorolom a világnak azon részeit, ahol nyilvánvalóan Perzsia, Irán, ugye... Na most aztán vannak azok a részek, az Egyesült Államok, Anglia, Németország, Dél-Afrika, ahol óriási lelkesedéssel csinálták, de nincsen történelmi gyökerük ebben a dologban. Na most, hogyha én egy olyan országban vagyok, ahol ennek a sportágnak föllelhetőek a történelmi gyökerei, akkor én nagyon szigorúan ezt az országot mondhatom azt, hogy kényszerítem a baseball sapka levételére, tehát egy Szaúd-Arábia, tehát én jobban védem a szaudi kultúrát, mint egy szaudi. Tehát, hogyha olyan szép kaftányaik vannak, olyan szép ruháik vannak, de fölül a lóra egy Nike sportcipőben. Na most, amikor én ezt meglátom, megállítom a lovat, szálljon le, cserélje le. A mongol lovasiás szövetség elnöke, aki egy európai ember, valamilyen fesztiválon volt Amsterdamban, és visszafele tett egy kis kitérőt, és megkért, hogy szeretne két napot eltölteni a völgybe, és lovasi jászattal. És megjelent egy baseball sapkába, és egy ilyen susogó joggingba. És mondtam neki, hogy nézze, hogyha ő ennek a közösségnek a tagja akar lenni, akkor vegye le azt a baseball sapkát, és ilyen susogó joggingba, meg a cigányok ülnek lóra nálunk. Tehát egy dolgot kérek öntől, hogy úgy nézzen ki, mint egy mongol. És ettől a pillanattól kezdve, ha ön ennek a közösségnek a tagja lesz Mongóliában, egyetlen egy dologra figyeljen oda, hogy a mongol kultúra jelenjen meg, és hozzuk vissza a mongol kultúrát, és hozzuk vissza a szaudi kultúrát, és hozzuk vissza a kínai kultúrát. Na most én 20-néhány évvel ezelőtt, én Kínába tartottam egy nagyon nagy körutat, gyakorlatilag Hokkaidótól Sanghaiig, nagyon sok állomása volt, nagyon sok bemutatót, előadást tartottam, és a kínai kultúrában, mint nálunk is, volt ez a 3 T betű, a tiltott, tűrt és a támogatott. És amikor én ott voltam, az egy olyan lélektani helyzet volt, hogy a történelmi hagyományok irányába fordulás a tiltottból csúszott át a tűrtbe. Tehát még nem volt igazán ott, még a léc villegett, de már nem volt az a kők, a múltat végképp eltörölni eszme. És egy szinkrontolmács volt mellettem, aki tökéletesen fordította azt, amit mondok, és mondtam a kínaiaknak, hogy én nagyon nagy örömmel látom azt, hogy az európai sportok gyökeret vernek Kínába, hogy itt van a díjugratás, itt van a díjlovaglás, és mondom itt látom a western lovaglást, de hol van a kínai kultúra? Ha nem látnám a ferde szemüket, azt hinném, hogy valamelyik a európai városban vagyok, a toronyházaikkal, és tessék visszatérni, vannak lovaik, van egy lovas kultúrájuk, van öltözékük.
Hát hogy néz ki egy kínai Stetson kalapba, meg cowboy csizmába? Hát azért rájövünk, hogy nem Charles Bronsont látjuk ott a lovon. És elmondtam én ezt egy ettől nagyobb terembe, és síri csönd. Majd a hátsó sorba valaki elkezdett ilyen félénken tapsolni. És ebből az egészből egy tapsvihar lett. És akkor én tudtam, hogy megtört a jég, átbillent ez a pont. És hogyha most elmegyünk Kínába, akkor azt látjuk, hogy a kínaiak szednek elő mindent, csodálatos ruhákban vannak, rekonstruálják az eszközeiket, szedik össze a régi kínai lovat, hiszen a kínaiaknak voltak lovaik, a kínaiaknak volt egy lovas kultúrája, vajon honnan vették, teszem föl a költői kérdést, tehát a hunoktól nyilvánvalóan. Úgyhogy minden ilyen előadásra én úgy mentem oda, hogy elnézést kérjek az ősökért, hogy miattunk építették meg a nagy falat, és mondom, 1000 év után, vagy 1500 év után én vagyok az első olyan ember, aki békével jön a hunoktól, mert azt mindenki tudja Kínában, hogy én hun vagyok. Tehát ezt Kínában tudják, hogy mi a hunok vagyunk, ezt itthon nem tudják. Jó, de hát akkor nem csak Kínában, Perzsiában, Mongóliában kell, hanem itt Magyarországon is visszamenni a gyökereinkhez, és ez itt hogy, ezzel hogy haladunk, hogy állunk? Hát nagyon érdekes, mert ugye nekem mindig az volt az alapmottom, hogy nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök követtek. De akkor, amikor én ezt a 80-as években elkezdtem, akkor én még hagyományőrző voltam. Hiszen a baktai Patricia készítette a nemes kaftánt, a László Gyula által lerajzolt rajzok alapján, és csináltunk kardot, és készítettük az íjat, és a nyerget, sok mindent. Tehát én akkor egy hagyományőrzés élvonalába számítottam. De bennem mindig ez a mondás motoszkált, hogy nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök követtek, ugyanis én nekem eszem ágában nem volt egy sportágat létrehozni. Engem az érdekelt, hogy mi lenne az, hogyha valami csoda folytán én visszarepülnék a 9.-10. századba, és mondjuk a pozsonyi csatába találnám magam. Hogy én akkor mit csinálnék? Én, mint íjász, hogyan lovagolnék, hogyan használnám az íjat? És én elkezdtem gyakorolni, engem érdekelt az őseink, egyrészt érdekelt az őseink technikája, de sokkal jobban érdekelt az, hogy én mit csinálnék. És ebből az irányból kialakult egy sport, és szépen a hagyományőrzésnek az a fajtája, ami mára már egy nagyon magas szintet ért el, hiszen amíg én azt mondtam, hogy nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök követtek, addig megjelent az a mozgalom, aki meg azt mondta, hogy na én pedig tökéletesen lemásolom azokat a tárgyakat, ami 9.-10. századi sírból kijönnek, és vannak olyan hihetetlen felkészült közösségek, történészek, régészek, akik a gyepvasat olvasztják, a gyepvasból kovácsolják a nyílhegyeiket, egy az egybeni másolatokat készítenek íjakról, amikor előkerülnek ezek a csontlemezek, de megcsinálják a szarvasinnal, a szarulemezekkel, kézzel szövik azokat a szöveteket, amik vagy megmaradtak, mint ábrázolás valahol, vagy foszlányokként megmaradtak sírokból. Úgyhogy ma már van egy olyan nagyon magas szakmai szinten álló, valóban hagyományőrző közeg, ahol tényleg azt tudom mondani, hogy egy az egybe meg lehet nézni. Az a tarsoly úgy nézett ki, az a kard úgy nézett ki, az a nyereg úgy nézett ki, az az ítet, a szövet, mindent megcsinálnak. Én viszont a lovasi jászatból egy modern kori sportágat hoztam létre, és ez lehetővé tette, hogy ez a kultúra szétrobbanjon a világban. De ennek a kulturális robbanásnak az erejét nem az adja, hogy én mindenkit magyarrá akarok tenni a világon, hanem az adja, hogy én a világ minden részén fölhívom a figyelmet a hagyomány és a modernitás harmóniájára. Ez tesz élővé egy nemzetet. Egy nemzetet nem az tesz élővé, hogy modern lesz,
hogy hátat fordít a hagyományainak. Egy nemzetet nem azt tesz élővé, hogy elzárkózik a modernitástól és a digitalizációtól, és mindattól, ami a 21. század, és beregresszál valami előző történelemkorba, hanem egy nemzetet azt tesz élhetővé, hogyha együtt él a saját történelmével, és együtt él a 21. század legmagasabb szintű technikai vívmányaival. Ez az, amit én viszek. És nagyon lelkesek, és felszabadító az az érzés, amikor ott Szaúd-Arábia sivatagjában ott vannak a Lexus, a Mercedes, a Mitsubishi Pajero Jeep-ek, tehát a világ legdrágább technikái, és mégis egy törzsi társadalmat látok, akik ötször borulnak imára, és ez a világ legtermészetesebb dolga, ahogy viselkeznek, ahogy leülnek, ahogy felállnak, ahogy egy teával megkínálnak. Mindennek van egy szertartása, mindennek van egy rítusa, és 1000 évet repül vissza az ember az időben, amikor ott vannak, és aztán beszáll egy légkondicionált Lexusba. És ez az életük. És minden kultúrának van egy pillanata, hogy merre menjen. És én azt mondom, hogy az arányok a fontosak. Tartsuk meg. Igenis, nekünk vannak történelmi gyökereink, vannak kulturális gyökereink, ezt ne dobjuk ki, forduljunk arra. És az én egész életem gyakorlatilag, és hogyha önök voltak ott a völgyben, ezt látták, az nem a múltról szól, az nem a hagyományőrzésről szól, az arról szól, hogy a hagyományt és a modernitás hogy tud egy ember életébe harmóniát hozni. És ez az az erő, ami viszi a világba. Ha én most beburkolóznék a magyarságomba, nem vagyok benne biztos, hogy áttörné azt a falat, amit ez a harmónia át tudott törni, hogy a világban mindenütt fellélegeznének. De Amerikában nem igazán tudok mit tenni ehhez a dologhoz, mert ott minden van. Tehát az indián fejdísz, mert ő indiánnak képzeli magát, hát ugye most már Amerikában vagy nőnek, vagy férfinak képzeli magát, az a legkevesebb, hogy indiánnak képzeli magát, és toldiszt rak a fejébe, vagy akárminek is képzelheti magát, tehát ott szabad a vásár, vagy Angliában, ott nagyon, tehát nem nagyon szólok bele, ott nincs dress code nála, csinálják, ahogy akarják, azért úgy finoman próbálom őket teregetni, de lényeg az, hogy találják meg önmagukat, hiszen nekik nincsenek kulturális gyökereik. De ahol vannak, ott bizony én nagyon erősen fölemelem a szavam ebbe az irányba. Ez van Magyarországon is, tehát a Kassai Lajos az létrehozott egy modernkori sportágat, ami lehetővé teszi azt, hogy a magyar kultúra a világ minden részén megjelenjen, és vannak olyan hagyományőrzőink, akik hihető pontossággal tudják bemutatni egy 9.-10. századi harcosnak a felszerelését és gyakorlatát. Igen, egy pillanatra arra gondoltam, hogy Amerikának éppen lehetnének kulturális gyökerei, hiszen azért Európából vándorolt ki a magja az új kontinensnek, az új világnak, de amikor Viktória királynőt megkérdezték, hogy kik élnek az új világban, tehát kik élnek Amerikában, akkor ő ezt habozás nélkül rávágta, tehát Európa söpredéke. Tehát tulajdonképpen a kultúrát nem vitték ki Európából, viszont sikeresen lemészárolták az ottani őslakosságot. Ráadásul ugye a négerek behurcolásával újabb bűnt vettek magukra, és gyakorlatilag ezzel sem bír megbirkózni ez a kontinens, miközben a modernitásnak már a csúcsára jár, de nincs hova valóban visszatérnie. De én csak forszíroznám, engem annyira ettől függetlenül nem érdekel Amerika, csak forszíroznám én, hogy hogy állunk mi magyarok a mi kulturális gyökereinkkel. Tehát megtaláljuk-e? A lovasi jászat nyilván segít ebben, de felfigyeltem egy érdekességre, az, hogy Kassai Lajos és a Magyarság Kutató Intézet között létrejött egy megállapodás. Én nagyon nagy érdeklődéssel figyelem Kassler professzor úrnak a kezdeményezését, és szerintem sikereit, ami a Magyarság Kutató Intézet berkében, vagy legalábbis a szándékot mindenképpen, ami elindult, és ugye, hogyha mindenki arra gondol most, hogy a székesfehérvári síroknak a archeogenetikai módszerekkel történő azonosítása, sírok azonosítása, óriási áttörés következhet be, de nem csak erről van szó, hogy személyeket azonosítanak, hanem a magyarság genomját is megtalálhatják, és ezzel az ősi gyökereinket is egyértelművé teszik, és ez nem is lenne olyan nagy csoda, hogyha hosszú-hosszú évtizedeken, sőt évszázadokon keresztül nem etetnek mennünket egy maszlaggal a finnugorsághoz való
kötődésünkkel, illetve a finnugor rokonsággal. Sikerül ezt levetkőznünk, sikerül visszatérnünk a valóságos kulturális gyökereinkhez? Most itt nagyon sok fájl ki lett nyitva. Én még Amerikához hadd térjek vissza, és bármilyen országhoz. Nézzék, most ez a pohár félig üres, vagy félig tele van. Tehát mit nézek én a világból? Rengeteg jó van Amerikában. Amerika egy nagy hatalom. Amerika egy katonai, gazdasági nagyhatalom, ezt nem a semmiből hozta létre, nem abból, hogy nyilvánvalóan kiirtottak egy népet, ezt behurcolták a néger rabszolgákat, stb. De van, aki Forron szereti című filmet, a boomerek, biztos, hogy látták, ez egy nagyon jó pofa film, és az San Diego Islanden játszódik, egy patinás kis szállodába. Ennek a szállodának az a nevezetessége, hogy Amerikában ez volt az első szállod, ahol villamos világítás volt. De ez egy szép környék. De San Diego Islandre egy földsáncon be lehet menni, van vagy 6 sáv, és a 6 sávon van 6 sorompó pénztárgépekkel, és van egy sáv, ahol szabadon be lehet menni. És a barátom, az amerikai barátommal megyünk, hogy megnézzük ezt a kis szigetet, és beállunk szépen beállunk abba a sávba, ahol szabadon bemegyünk. Miközben látom, hogy ott a pénztárgépek előtt állnak az autók hosszú tömött sorokba. És kérdezem, hogy ez most hogy van, hogy neked bérleted van ide, hogy bejársz erre? Nem. Nem, azt mondja, hogy úgy van, hogy ha egy autóba tele van, vagyis egy autóban 4 utas van, akkor ingyen behajthat. De ha egy autóban csak egy ember ül, vagy 2, jegyet kell venni. Na most kérdezem én, hogy Magyarországon hol mennének be? Tehát az amerikai nagyon szart. Tehát amit itt látunk Amerikáról, filmeket, meg a hülyeséget, tehát azért óvatosak legyünk, nem kell nekünk mindent elhinni. Én láttam az amerikai társadalomban azt a fajta szabálykövetést, megmondom őszintén, amit én elképzelhetetlennek tartok itt a hazánkban. Mi nem vagyunk szabálykövetőek. Ők igen, alapvetően. Amerikai zászlók lobognak mindenütt. A katonaságnak presztízse van. Tehát egy katona az egy presztízs az Egyesült Államokban. És ugye Lao Tse azt mondta, hogy a társadalomnak akkor van vége, hogyha a polgárok imádják a pénzt, a katonák megfélik a halált. Itt felvetődik az a téma, hogy képesek-e a magyarok önvédelemre. Felvetődik az a téma, hogy vissza tudnánk-e állítani a sorkatonaságot. Önök szerint? Robert C. Castle tart egy előadást a Ludovikán, és fölteszi Európáról a kérdést, hogy itt európaiak, igen, mindenki mondja, és ki az, aki meghalna Európáért? Van egy vigyor, és föltette azt a kérdést, amit nem lett volna szabad föltenni, és ki az, aki meghalna hazájáért? És ez nem a gender szak volt, ez a Ludovika volt, értjük? Tehát, hogy én nem tudom, hogy most a magyar társadalom hol tart, de ezt tudják, hogy kitölt az izraeli háború. Európa a második világháború után hozott egy döntést, felszámolja a nemzetállamokat, mert a nemzetállamok veszélyesek, kis kakasok, akik itt egymás ellen harcolgatnak, és az a szép Európa, ahol nincsenek nemzetek, béke van. Izrael meg azt mondta, hogy én pedig egy nemzetállamot hozok létre, és minden férfit elviszek 3 évre katonának, és minden nőt elviszek 2 évre katonának, és ez a kis Dunántúlnyi területen él 10 millió ember, és most történt egy megtámadták Izraelt, 600 ezer önkéntes ugrott így fegyverbe 24 órán belül. 600 ezer fiatal így. Fegyverbe, és megyek, ahova kell. Magyarországon. Önkéntes, nem a hadseregről beszélek, a tartalékosokról. Most nekünk ezeken a dolgokon el kell gondolkodni, imádom a hazámat. Tehát én nagyon szeretem ezt az országot. Nagyon rossz a PR-unk, rosszul vagyunk menedzselve. Én rendeztem egy világbajnokságot az idén nyáron 16 ország részvételével. Én szerintem a néhány nap alatt megfordult 1000 ember a völgybe. Egy nagyon fontos adalék az, hogy ez a rendezvény csütörtök péntek
szombat tartott, vasárnap táborbontás volt, gyakorlatilag egy 20 hektáron zajlottak az események, de inkább azt mondom, hogy 25, parkolókkal, mindennel együtt. Vasárnap, amikor táborbontás volt, végigjártuk ezt a 25 hektárt, hölgyeim és uraim, és nem találtunk egy eldobott papírzsebkendőt. Nem találtunk egy eldobott szívószálat, nem találtunk egy eldobott pillepalackot. Olyan rend maradt a völgyben, mint hogyha nem is lett volna ott senki. Tehát nekem ez egy nagyon jó érzés, mert ez a házam, az én területem. Én oda beengedem ezeket az embereket. De nézzék, én sajtótájékoztatót tartottam a Rétvári Bencével Budapesten, ott volt több sajtóorgánum, én minden egyes médiát értesítettem, hogy lesz egy rangos esemény. Ez a rangos esemény lezajlott úgy, hogy önök ebből nem láttak semmit, mert nem készült róla felvétel. Hát egy pozitív esemény, úgy képzeljék el, hogy a dobogón csak magyarok állnak. Minden kategóriában csak magyarok vannak a dobogón, és a dobogó közelében nincsenek külföldiek, pedig nagyon jók a külföldiek, de önök nem tudnak erről semmit. Na most ez egy ilyen ország, ezt tudomásuk kell venni. Iszonyatosan jó az éghajlatunk. Bejön 1000 ember, és nem marad egy papírzsebkendő. Jók az emberek. Tehát pozitív élmények vannak. De hogy erről ne tudjon ez az ország egy ilyen rendezvényről, értik? Hogy mit nézünk mi a televízióban, és mi számít hírnek, ezt nagyon rosszul csináljuk. Ez nem jó. Rengeteg pozitív dolog van, rengeteg pozitív ember van, ezért ülök most itt. Megismertem Pénzes Ottó tevékenységét, és úgy éreztem, hogy látnia kell neki, hogy én mit csinálok, és én látni akarom, én holnap megyek az iskolájába, hogy mit hozott létre. Ez a beszélgetés itt csak ennek a farvizén jött létre, hogy én most itt vagyok, de nagyon nagy örömmel. Hát én a világ minden részén látok, nézzék, olyan udvarias nép, mint a perzsa, világon nincs. Aki már volt Iránban, azt tapasztalta. Hát most úgy képzeljenek el egy taxi utat, hogy beül a taxiba az ember, és a taxis elviszi, majd megkérdezi, hogy mivel tartozom. Á, semmivel, mondja a taxisofőr. De mégis én szeretném ezt kifizetni. Nem, 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 mondja a taxis. Tehát a lényeg az, hogy háromszor kell nemet mondani. És akkor negyedszerre azt mondja, na jó, akkor ennyibe kerül. Na most a barbár európai, ugye, beült a taxiba. A taxisofőr körbevitte a városon, amikor megkérdezte, hogy mivel tartozom, mondta udvariasan a perzsa, hogy áll semmivel, köszönöm a viszontlátásra, és becsapta az ajtót, ezért abból lett egy kisebb perpatvar. Egy liftbe való beszállása szinte lehetetlen, mert parancsoljon, nem parancsoljon, ön volt itt előbb, nem számít, én azért előre engedem. A vendégszeretet, az udvariasság. De úgy akasztanak a nyílt utcán embereket, hogy fölállítják őket egy kisbuszra, főkötik a lámpavasra 8-at, és kimegy aluluk a kisbusz a nyílt utcán, és nézi 8000 ember. Levágják a kezét annak, aki lop. Értik? Tehát van egy ország, ami elképesztő udvarias, elképesztő pozitív példákat tudok hozni, de a sária törvényei szerint élnek. Hát ők síták. Szembe mondjuk a szaúdiakkal, akik szuniták, és azért itt a két ország közt ilyen kulturális kapcsolatokat komoly kihívás létrehozni. Na, ennyit a világról. Tehát óvatosak legyünk, amikor mi bármilyen országra, bármilyen bírálatot teszünk, mert mindegyik országban vannak pozitív példák. Engem éltetnek ezek a pozitív példák. Én nagyon szeretem. Én a világ akár melyik részére mentem, én mindenütt láttam olyan pozitív példákat, amiket én szeretnék idehozni, de nem láttam egyetlen egy olyan országot se, ahol én szívesebben élnék, mint itt ebben az országban. Nincs. Tehát ne, higgyék el. Én könnyen megtehetném, én mehetnék bárhol, de én nagyon szeretem az éghajlatát ennek az országnak. Szeretem a domborzatát, szeretem az itt élő embereknek a mentalitását. Tehát én itt rendkívül jól érzem magam. Na, ez egy hosszú volt. Nem tudom, válaszoltam, hogy valamire legalább válaszoltam-e itt. Én vagyok. De... Nagyon sok kérdést teszek fel egyszerre, sok témát nyitok meg valóban. De ragadjunk le azért egynél, ami nem is olyan nagyon régen a televízióban, az M5 műsorán beszéljük meg, vagy nem tudom pontosan, vagy a mai téma, nem tudom mi a címe. Ez itt a kérdés, pontosan nagyon köszönöm. Az, hogy elképzelhető, és erről már most volt egy
gondolat, hogy elképzelhető az, hogy sorkatonaságot visszaállítsuk Magyarországon. Mert az, hogy Izraelben 600 ezer ember készen áll hazáját megvédeni, szerintem ez abból fakad, hogy másképp szervezik az életüket. Tehát a kultúránk közel van egymáshoz. Ugye a zsidó keresztény, illetve hát a zsidó kultúra között nincs olyan egetrengetően nagy. A hitvilág is, a vallási kép az más, de a kultúránk között nincs nagy távolság. Én azt gondolom, hogy amikor a liberalizmus megérkezett a rendszerváltozással, megérkezett az a fajta liberalizmus, amelyik már nem az előremutató, nem a haladó, nem a nemzeti liberalizmus volt, és ugye a civilizáció irányába mozdult el a kultúra felől az életünk, mert azért a kultúra, ha civilizációval nem teremt egy egészséges egyensúlyt, és ez az egyensúly megbomlik, akkor tulajdonképpen felszámolódnak a hagyományok is. A katonaságot felszámolták. Én azt gondolom, ugyanazok az emberek, akik most egy ilyen nihilben és egy ilyen kuncogó világban vannak, miközben megkérdezik tőlük, hogy meghalnának-e hazájukért, ha itt a katonai sorozás, tehát a sorkatonai szolgálat, abból kétségeim vannak, hogy ezt most holnap vissza lehetne állítani, de ha nem szakadt volna meg ez a folyamat, hanem tehát Linder Béla is azt mondta, hogy nem akarok több katonát látni, láttuk, mire ment Magyarország éppen a 20-as évekre, hogy mentünk tönkre, és most fájó szívvel mondom, hogy a kommunistáknak köszönhetjük, hogy a Vörös Hadsereget visszaállították, még ha egy Stromfeld-Auré kellett is a megszervezéséhez. Tehát lényeg az, hogy ugyanezek a magyar emberek képesek lennének meghalni hazáért. Tehát én azt mondom, hogy a kultúránktól való elszakadás az oka annak, tehát hogy és akkor Kassai Lajos feltette egy nagy kérdést ebben a beszélgetésben, hogy tisztázzuk először, hogy létezik-e az a fogalom, hogy közügy. De ez van egy vicc. Hallották ezt a műsort? Tegye föl a kezét, aki hallotta. Jó, akkor elmondom. A falu rossza sétál a gáton, cigarettázgat, miközben a falu apra nagyja rakja a homokzsákokat, mert jön az árvíz. Majd megkérdezik, hogy hát te Jóska, hát egy cigarettázó, sétálgatsz a gáton, mi meg itt megszakadunk, rakjuk a homokzsákokat. Hát hogy van ez? Hát most tessék nekem megmondani, ez az árvíz, ez most itt közügy vagy magánügy? Hát ezt ilyen hülyeséget kérdezett, persze, hogy közügy. Ja, hát én a közügyektől 5 évre el vagyok tiltva. Hát amit nekünk tisztázni kellene, az, hogy egyáltalán van-e még ilyen, hogy közügy. Értik? Tehát, hogy van-e ilyen, hogy közügy. Tehát, hogy van-e köz. Tehát, hogy azokat a kincseket, amit egy nemzet hozott létre, középületeket, és mindaz, ami a közösség, akár egy busz megálló, most mondok valamit, vagy egy házfal, hogy azt össze lehet rombolni, firkálni, vagy szemeteket szét lehet szórni, vagy egyáltalán létezik-e valami. Amíg nem tisztáztuk ezt, tehát egy honvédség az nem egy magánügy, mert akkor itt megkérdezzük, hogy ki akar katona lenni. Hát elnézést kérek, engem nem kérdeztek meg. Tehát önt megkérdezték ott? Na, hát durva világ volt. Nem kérdeztek meg bennünket, ezt berántottak másfél-két évre katonának. Tehát ez egy van közügy, van egyéni dolog. Na most az egy nagyon kényes pillanat, amikor egy ilyen kérdésben döntést kell hozni, mert ez egy nemzeti konszenzus nélkül nem lehet megtenni ma. Tehát amikor egy egész nemzet azt mondja, hogy igen, ez egy fontos dolog lenne, és csináljunk egyfajta kiképzést, ami egyébként egy kicsit ilyen beavatás is volt, tehát azért a mama hotelek, azok a mama hotel az egy ismeretlen fogalom volt a mi generációnknak, mert a mi generációnknak a ritmusa a katonaság, nősülés, gyerek. Na most én a katonaság előtt nősültem, de teljesen mindegy, de 23 éves korára az én generációmnak már egy katona viselt nős gyermekes családapa volt, egy 23 éves fiatalember. Ez egy teljesen átlagos dolog volt. Nagyon szeretem a Lár Andrist, ő mindent elkövetett, hogy ne vigyék katonának gerinc problémák, és ezt ő hosszan fölépítette, és hogy ő fogy, milyen ez. Én ezt el sem tudtam képzelni, hogy én ne legyek katona. Tehát én már úgy tűkön ültem, mikor 21 éves koromban még mindig nem vittek el, hogy most már legyünk túl ezen a dolgon, mert nem tudom az életemet intézni. Én egy ilyen szabálykövető családból jövök,
mindkét nagyapám a II. Világháborúban harcolt, és gyakorlatilag ez a fajta szabálykövetés, fegyelem, ez az életemnek egy része volt. Én ezt nem tudtam elképzelni, hogy én ne legyek katona, hiszen apám is katona volt, nagyapám is katona volt, volt egy ilyen sor. De például nekem volt egy olyan katonatársam, akit egészségügyileg nem tartottak alkalmasnak, és könyörgött az EU bizottságnak, hogy ő azt a szégyent nem tudná elviselni. Nem fog visszamenni a faluba úgy, hogy őt nem vitték el katonának. Ez egy olyan szégyen lett volna neki. Tehát ennyit változott a világ. Ezek mi volt ott? Tehát gyakorlatilag értelmes dolgot nem csináltunk, mert nem voltak ott értelmes emberek. Tisztelet a kivételnek, mert volt egy Furkó Kálmán, aki létrehozott egy speciális deszantot, és voltak alakulatok, és voltak olyan igazi katonák, akik ezt nagyon jól csinálták, de hát én ilyen alkoholista, senki háziakkal voltunk körülvéve, akik elképesztő módon visszaéltek a hatalmukkal, és a fogkefékkel tisztítgattuk a WC-t, és hogyha most arról lenne szó, hogy ezt visszahozzuk-e, hát ennek semmi értelme nem lenne. Tehát értelme egy olyan honvédségnek lenne, ami tényleg adna egy olyan, először is szerintem adna egy önismeretet. Ugyanis nem, tehát a generációk nem mozdulnak ki a komfortzónájukból, akkor nem tudják, hogy milyen képesek. Tehát ki kell jönni a komfortzónából. Mit jelentett ez akkor? Hát volt olyan fiatal, akinek a lábán nem volt még bakancs, hát annak főtörte a lábát. Volt olyan fiatal, aki nem evett még menzán. Mindig az anyuka főzött neki. Hát ő nem is evett egy hétig. Hát aztán azért előbb-utóbb mindenki neki áteszegetni, hosszan, hogy nagyon nem bírta volna ki. Mert hogy nagyjából ugyanazokon a dolgokon átestünk. És amit én láttam, az az emberi természetnek egy olyan megnyilvánulása volt, hogy akik a legjobban sírtak a megaláztatásoktól, azok lettek a legrohadékobb öreg katonák. Tehát azok éltek a legjobban vissza aztán a hatalmukkal. És ez egy nagyon érdekes volt látni. Tehát ez társadalmi konszenzus, kerekasztal beszélgetések, de hát most semmiben nincsen társadalmi konszenzus, az meg nagyon fontos lenne. Hát nem nincs semmi, amiben ez a társadalom meg tudna egyezni. Értik? Semmi gyakorlatilag. Hát biztos, hogyha az egyik fele A-t mond, a másik fele B-t fog mondani a magyar társadalomnak, és ez szinte lehetetlenné teszi a hatékony működést. Pedig vannak kihívások, van egy pandémia, van egy menekült áradat, van egy árvíz, tehát annyi minden történik, és annyi mindenbe kellene nekünk együttműködni, és jelentem ezt most ezzel nagyon rosszul állunk. Ezzel nagyon rosszul állunk. Én néhány évvel ezelőtt hoztam egy döntést, nem tudom, ezt az eket a betegség tanárul, akkor én ezt még elmondanám. Hogy én látva ezt a társadalmi problémát, én fölállítottam egy ilyen társadalmi képletet, ami a mezőgazdaságból vett tapasztalat alapján, ez az eketalp betegség, amikor sokat szántanak egy területet, az eketalp nyomására kialakul egy zárvány, ami nem teszi lehetővé a csapadék a mérétegekbe történő áramlását, a mikroorganizmusok szabad mozgását, a gyökerek lejutását, és a talaj kötöttségétől függően néhány év alatt ki tud alakulni az az állapot, hogy terméketlenné válik a talaj. Na most ilyenkor egy altalaj lazításba kell kezdeni, amik ezt a zárványt feloldja, és újra átjárható lesz az altalaj és a felszín. A magyar társadalom ettől az eketalp betegségtől szenved, mert annyit ekészte egymást a két réteg, az altalaj és a felszín, hogy gyakorlatilag a két réteg között megszűnt az átjárás, megszűnt az együttműködés. Én az altalaj embere vagyok, én a hagyomány felől indulok. Az altalaj embere gyakorlatilag az ásványi kincsekhez, a történelmi hagyatékhoz, ehhez a kulturális hagyatékhoz, ami gyakorlatilag a magyarság ebből indul ki. A felszín embere inkább a nagyvárosi ember. Ennek a gerincét azt gondolom, hogy a nagyvárosi zsidóság alkotja, akik nyitottságukkal, kreativitásukkal, intelligenciájukkal egy ilyen nagyon mobil réteget alkotnak,
de nincs átjárás a két talajréteg között. Ez a két talajréteg olyan mértékben fordult egymással szembe, hogy veszélyezteti ennek a talajnak a termékenységét, és nagyon közel vagyunk egy ilyen terméketlen állapothoz. Na most, amikor én felállítottam ezt a társadalmi képletet, én elhatároztam, hogy éves szinten 6-8 olyan embert meghívok hozzám vendégségbe, aki nyilvánvalóan nem annak a talajrétegnek a lakója, mint én. Talán láthattak egy ilyen riportfilmet Gulyás Mártonnal, de én nagyon sok embert hívtam meg, ugyanis azt láttam, hogy a Gulyás Márton nem tudja, mi az a hagyományőrzés, nem lát rá, fogalma nincs. Én egy homoszexuális szubkultúráról nem tudok semmit, magáról a nagyvárosi létről nem sokat tudok, tehát gyakorlatilag nem tudunk, konkrét információink nincsenek, mert mi aktivistákon és propagandistákon keresztül jutunk csak információhoz egymásról, és én a Mártont meghívtam, leültünk, eltöltöttünk egy több mint egy fél napot, én be tudtam neki mutatni a völgyet, a hagyományőrzést, hogy én hogy gondolkodok a magyar kultúráról, ő el tudta mondani, ő hogy gondolkodik a világról, és ez egy nagyon kulturált beszélgetés volt, és utána azt mondta, hogy ő szeretne visszajönni a kamerájával, és csinál velem egy riportfilmet, ezt látták. Tehát a riportfilm, a négy szem közti beszélgetés követően jött létre, ahol nagyon sok ilyen beszélgetés volt. Itt két súlyosan sérült kulturális rétegről beszélek, ez a transzgenerációs trauma, ami a zsidókat érte a fasizmussal és a nyilasokkal, és az a transzgenerációs trauma, ami mondjuk az olyan embereket érte, mint én a kommunistáktól, akik elszedték mindenüket, akik lehetetlenné tették az életüket, és gyakorlatilag két lelkileg sérült réteg feszül itt egymásnak, ami nagyon nehezen gyógyítható, de nagyon jó kihasználható egymás ellen. Nagyon jó kihasználható. Elég a fasizmust föllebegtetni, és a zsidóság már a szívéhez kap, elég a kommunizmust föllebegtetni, és én kapok a szívemhez, és gyakorlatilag addig, amíg ez kifizetődő, addig, amíg a médiának jó ennek a feszültségnek a fönntartása, mert miért közvetítsen a média mondjuk a lovasi jászat világbajnokságról, amikor egymásnak lehet ugrasztani két embert, és vérig lehet menni ebbe a csatába, és mi szeretjük ezt a vért. Úgyhogy így vagyunk ebben a dologban. Én nem hiszek abban, hogy én a Gulyás Mártont megváltoztatom, vagy én megváltozok, és olyan leszek, mint a Gulyás Márton, ilyen hülyeségeket kérdeznek tőlem, hogy mi történt. Nem ez a célja. Hát nekünk nem egyet kell érteni, nekünk együtt kell élni. És ahhoz, hogy együtt tudjunk élni, ahhoz le kell tudni ülni emberi módon, tisztelettel beszélni a másikról, hogy nézze, Márton, az égetjött a világon, semmiben nem értek egyet magával. De nem fogom lebuzizni, nem fogom leköcsögözni, nem csinálok semmiat, nem fogom támadni a személyét. Egyáltalán nem értek egyet azokkal az elvekkel, amit ő akar, ő mondhatja ugyanezt rólam, ki tudunk állni a világ elé, el tudjuk ezt a dolgot mondani, és önök meg eldöntik majd, hogy milyen irányba szavaznak. Egy normális ország ilyen. Tehát nem kell karaktergyilkolnom a másikat, nem kell össze-vissza hazudoznom. Egyébként egy nagyon intelligens emberről van szó, a szülei, ugye a Gulyás testvérek, akik elképesztő dokumentumfilmeket készítettek, és etalonok a szakmájába. Ez a fiatal ember meg egy hihetetlen fölkészült média személyiség. Én biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy karriert fog az életbe ezen a területen befutni. Nem úgy gondolkodik, mint én. Attól még le tudunk ülni. Szerintem nagyon fontosak lennének ezek a beszélgetések, hogy az emberek valódi döntéseket tudjanak hozni, hogy akkor most merre megyünk. Hát miért ne lehetne rá is szavazni, miért ne lehetne egy csomó ember, aki úgy gondolja, hogy az a helyes út. De lehet, hogy az a véleményem, ahogy én gondolkodom a világról, lehet, hogy az van. De ezt normálisan kéne prezentálni. Nem kell ebbe kurva anyázni. Érték? Higgadtan, nyugodtan el lehet mondani mindenkinek a véleményét, és tudunk menni előre ezekbe a dolgokba. Én ezt tartom nagyon fontosnak.
a magázódással és az egész közéleti személyiségemmel és pályafutásommal én arra törekszem, hogy az a dehumanizációt ne érjük el, mert az küszöbbén vagyunk a dehumanizációnak, hogy a másik az nem is ember. Érték? Tehát az ország a másik fele az nem is ember, azt el kell taposni, mert amíg őket el nem tapostuk, addig itt nem lesz rend ebbe az országban. Nem fogjuk. Tehát itt meg kell találni az együttműködést, meg kell találni az együttműködésnek a minimális módját, és ezt a politikusok nem fogják tudni megoldani, hölgyeim és uraim. Ezt a média nem fogja tudni megoldani, mert ők ebből élnek, az ő érdekük ennek a feszültségnek a fönntartása. Ezt csak kulturális szereplők tudják megoldani, és szerintem a kulturális szereplőkig nem juthat le ez a megosztottság, mert a kultúra az közös, és innét el tudunk indulni. Ezzel együtt, hogy én egy optimista ember vagyok, most nem vagyok olyan derülátó, és azért nem köszönjük nagy tisztelet, úr. A Csernusnál itt a mennyit utoljára. Köszönöm szépen. És az is víz volt. Hát az kínomba iszogattam, itt meg tényleg szomjas vagyok. Ugyanis az, hogy a kulturális élet szereplői, és egyáltalán a közélet szereplői végzetesen megosztott emberek, és az, hogy egy Gulyás Márton Kassai Lajossal le tud ülni, és tudnak tisztességesen beszélni, egymás nézeteit tiszteletben tartani, az egy nagyon fontos lépés. De ha közös pontokat nem tudnak kijelölni, és azért lenne a nemzet életében néhány fontos pont, amiben meg kellene egyezni. Tehát én erre való törekvést nem látom. Hogy gyorsan kettőt mondjunk, és az egyik az már szóba is került, például a katonaság kérdése. Tehát ez egy Gulyás Mártonnak is fontos kérdés kell, hogy legyen az ő generációjának, ha ránéz a saját generációjára, és azt látja, hogy partalan az élete például egy urbánus, és akkor itt most már az urbánus népies értelmiségi ellentét, ami azért itt van továbbra is, tehát ezt sem tudjuk kivenni a pakliból. A másik nagyon fontos, amitől én nagyon megdöbbentem, amikor egy nemzet nem tud magának magasztos, közös célt kitűzni, holott volt erre egy kísérlet, amikor azt mondta ez a mi kis nemzetünk, de az egész világon egyedülálló minden szempontból, vagy nagyon sok szempontból egyedülálló nemzet, hogy rendezzünk olimpiát. És ezt éppen a fiatalok, a magukat felvilágosult, liberális gondolkozó fiatalok vétózták meg, és a legszörnyűbb módszerekkel vétózták meg. Tehát félelmet keltettek az emberekben, és azt mondták, hogy ebbe bele fog pusztulni az ország, ebbe tönkre fogunk menni, és nem kell nekünk nagyzolni. És mondják ezek a fiatalok, akik a hátukon kellene vinni ezt az országot, akiknek álmodniuk kellene még nagyobbat, mint a mi generációnak. Tehát ez itt az én félelmem. Nem tudom, ezt a kérdést hagyjuk a levegőbe, vagy vigyük nem, tovább. Én nem félek ettől a dologtól, mert én ezt reménytelennek látom. Tehát Én nem látom a megoldást. Tehát én nem gondolom azt, hogy az általam elindított társadalmi szerep, az majd egy konszenzust fog teremteni. Én nem gondolom, én azt látom, hogy ezek a lövészárkok túl mélyek, és a rántottában már nem lesz tojás. De ebbe hiszek, én nem fogok más csinálni. Értik? Hát én nem tudok azzal fölállni az asztaltól, hogy nyugodjanak meg. Itt a két különböző társadalmi réteg, vagy a talajréteg, ha úgy tetszik, holnap össze fog ölelkezni, és minden. Én nem, esélyét nem látom ennek. És elmondtam azt a két okot, hogy miért nem, mert megélnek emberek ebből, ennek a feszültségnek a fönntartásából, és amíg emberek ebből élnek, méghozzá jól, legyen ez média, vagy legyen ez politika, addig ebben ezen a területen nem fog megváltozni semmi. Tehát nem gondolom azt, hogy ez alapján, a tevékenység alapján, főleg én 6-8 emberrel ülök le évente, akiket meghívok, nem mondom azt, hogy egy ilyen mély barátság alakul ki, de mindenképpen egy olyan emberi viszony, hogy bármikor egymást el tudjuk érni, tudunk beszélni, tehát létrejön egy emberi kapcsolat. Na most 6-8 ember évente nem fogja megoldani ezeket a betegséget, de én ebben hiszek, én ezt nem azért csinálom, mert most itt meg fogom váltani ezt az országot, egész egyszerűen nekem ilyen a beállítottságom. Amiben viszont hiszek, és amiben biztos vagyok, azok a kis közösségek. Ebben hiszek.
Tehát a kis közösségeknek óriási szerepe van, és a kis közösségekben látom azt, ugyanis a világ ma a közösség és az egyén, közösség és egyén. Ezt lehet játszani, ezt a játékot. Valóban van ilyen, hogy közösség meg egyén, de valójában egy nemzet legkisebb, tovább nem bontható egysége az a család. Az nem az egyén, az a család. Az a legkisebb egység. Ott nem tudok lemenni, mert a család hordoz magába mindent. Értik? És ott nem tudom azt, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy én megnősülök, én már nem egy egyén vagyok, én egy férj vagyok. Abban a pillanatban, hogy gyerekünk lesz, én már nem egy egyén vagyok, vagy egy férj vagyok, én már egy apa vagyok. Tehát van egy család, a család a nemzet legkisebb egysége. Mitől fontos ez? Hogy szervül a család, a legkisebb egység mondjuk a nemzethez? Akkor működik jól, hogy a családban lévő kulturális, etikai, erkölcsi alapelvek, azok megegyeznek a nemzetben lévő etikai, kulturális alapelvekkel. Érték? Tehát ahogy én nevelem a gyerekemet, kikerül a család kötelékéből, ő nem egy más világgal találja magát szemben, hanem ugyanazokkal az értékekkel találkozik, amit innét megkap. Na most a probléma, és a súlyos probléma az, amikor egy családból, egy kulturális, egy etikai, erkölcsi közegből kikerül egy homlok egyenes más rendszerbe. Na most mit tudunk csinálni? A kis közösségek lehetővé teszik, ugye én hiszek egy kórusban, egy vallási közösségben, tehát annyi minden lehet. Én mondjuk egy lovasiász közösség tagja vagyok, nyilvánvalóan azok az alapelvek, amik alapján én a lányaimat nevelem, ugyanazok az alapelvek vannak a lovasiász közösségben. Vagyis az én gyerekem nem a globális rendszerbe kerül ki, hanem nem a nagyvilággal találkozik először, hanem azzal a közösséggel, amivel a szülei tagja. És az a közösség megerősíti őt azokban az elvekben, ami szerint növi. És az már egy stabilitást ad egy fiatal léleknek, hogy ott még meg lehet erősíteni mondjuk egy munka alapú rendszerben. Hogy a munka, hogy én a szorgalomra, tehát, hogyha a gyereket nevelünk, akkor nagyon fontos a szorgalom, a kitartás hangsúlyozása, mint az, hogy milyen ügyes vagy, milyen okos vagy, milyen szép vagy. Mert ha folyton azt hallja, hogy milyen ügyes vagy, akkor ha belebukik egy feladatba, akkor az egy olyan csalódást fog okozni. Ha azt mondom, hogy szorgalom, hogy belebukik egy feladatba, akkor valószínű, hogy nem tettem meg mindent ennek a dolognak az érdekébe. Táplálkozás. Nagyon egyszerű. Mobiltelefon használat. Nagyon egyszerű. Tehát, hogy vannak ilyen egyszerű kihívások az életben, hogy bemegy az iskolába, és a cukrozott automaták vannak. Hát, hogyha mindenki kólát iszik, akkor az én lányom is kólát fog inni. Hát az hogy nem? Tehát az majd visz egy üvegvizet otthonról. Hát le fogják nézni. Ha mindenki mobiltelefonnal játszik, az én lányom nem ki fog... Ez nem... Hát a szülő az nem tud szembeszállni a társadalommal. Ha van egy olyan iskola, ahol ugyanazok az alapelvek, nem mint ahogy én gondolkodom, akkor azt mondom, hogy minden rendben van. Hála jó Istennek, most olyan óvodába járnak a gyerekeim, iszonyat jó óvoda, jó óvónőkkel, ugyanazzal a kulturális és erkölcsi beállítottsággal, megerősíti őket, konzultálunk a pedagógusokkal, hogy milyen irányba menjünk el. Tehát Titanic süllyed, hölgyeim és uraim, de vannak mentőcsónakok. Ezek a mentőcsónakok a kis közösségek, és mindenki a saját környezetében ezeket a kis közösségeket meg tudja erősíteni, és én azt mondom, hogy sokat tudunk tenni a saját mentálhigiénénk érdekébe, hogy nem tudjuk, hol van a gyerekünk például. Nagyon szeretem Kassai Lajosnak a képes beszédeit, az Eketal betegség, a süllyedő titanik, a mentőcsónakok. Én egy elkényeztetett ember vagyok, én apámként tiszteltem és szerettem, és rengeteget tanultam Makovecz Imrétől, és aztán, nagyon szépen köszönöm, és aztán az ő révén nagyon sok mindenkit megismertem, valakit csak a munkáit, valakit személyesen is, és nem hittem, hogy egy velem egykorú embert én még mesteremnek fogok gondolni, és
és ráadásul aki a lovasi jászatból érkezik, amihez nekem a világon semmi közöm, de én itt most hadd valljam meg, hogy nekem Kassai Lajos a mesterem. Mesteremmé vált, és nagyon köszönöm neki ezt a sok-sok tanítást, de akik itt vannak, szerintem sokat szerettek, vagy sokan szerettek volna egy kicsit többet tudni magáról a lovas íjászatról. Én próbáltam is feszegetni ezt a témát, ugye, de Kassai Lajos mindig nagyobb horizontra emelte ezt a témát, és éppen ez az ő mestermi volta. És mivel én nem tudtam kicsikarni ilyen típusú válaszokat, és gondolom, hogy időben is ott tartunk, ugye egy tanárember körülbelül 45 perc után már érzi, hogy az órának vége, és én is körülbelül ezzel az érzéssel vagyok, és nem azért, mert én még valószínűleg nagyon sokáig fogok ma este beszélgetni vele, csak szeretném, ha a közönség is úgy érezné, hogy a fenének lett már vége ennek a beszélgetésnek, olyan jó lett volna még. De most érkezett el az az idő szerintem, amikor önök tehetnek föl kérdést, és valóban, ha akinek van kedve és van ehhez valóságos szókincse, akkor akár a lovasi jászatról is, és csak azért hadd mondjam ezt, mert én még soha nem hallottam Kassai Lajost dicsekedni. Pedig hát van, lenne mivel. Nem régen hallottam egy másik embernek a fellépését, éppen a Férfiak klubjába, aki az öndicséretnek olyan szintjére érkezett el, hogy fejfájásom, pedig 15 éve nem fájt a fejem, de megfájult bele a fejem. És az egyik társunk ki is ment, mert nem bírta tovább hallgatni. Tényleg az eredménye, nem mondom meg a nevét, mert egyébként meg a produkciója, meg a teljesítménye óriási, ez tagadhatatlan, de ahogyan föl volt önmaga által magasztalva, azt én nagyon nehezen viseltem. Legyenek szívesek, provokálják egy kicsit Kassai Lajost, hogy egy kicsit dicsekedjen a lovasi jászat kapcsán is. Nézzék, ha elfogy a víz, én megyek, tehát látják, hogy készletek fognak. Én egyébként most olyan finom ebédre voltam vendége az Ottóéknak, és aztán szerintem még mindig arra iszogattam. Egyébként nem iszom soha, nekem az a bajom sajnos mindig az volt, hogy mindig kevés vizet adtam, és most ez egyfajta kényszer, amit itt látnak, nem egy természetes állapot. Na, lovasi jászat. A lovasi jászat egy harci művészet. Mit jelent a harci művészet? Mit értünk mi ez alatt? A harci művészetek, a harcos archetípus önismereti és személyiségfejlődési útja. Tehát archetípusok vannak a világban, itt egy tanár archetípus, egy pedagógus archetípus ül. Ennek az embernek minden sejtje pedagógus. Így született ide. Én meg egy harcos vagyok. Mi nem azonos kasztot alkotunk, van a tanító, és van a harcos. Most az én életemben látszik egyfajta átmenet, én 59 éves koromig voltam veretlen, most elkezdek dicsekedni, mert és igazából engem az öregség győzött le, meg az, hogy annyi felé kellett figyelnem, hogy sajnos amit nagyon-nagyon-nagyon szerettem a lovasi jászat, maga versenyzés, a versenyzésből vissza kellett lépnem. Egyébként nem, tehát én minden nap gyakorolok, ettől csak a halál fog elválasztani. De vannak archetípusok. Most amit a New Age szétrobbantott, ez a mindenki. Ne higgyék el, hogy bárki vagy bármi lehet. Hát ez a maszlag, amit a motivációs trénerek hirdetnek, tehát ez nincs, hogy bármi lehetsz. Nem lesz bármi. Az emberek születnek valamire, születnek egyfajta képességgel, és ezeknek a motivációs trénereknek arra kéne figyelni, hogy az emberben lapuló képességek azok felszínre tudjanak jönni. De szó nincs arról, hogy itt bárkiből bármi lehet. Ez nem igaz. Ezek az archetípusok, ezek nagyon markánsan jelennek meg. Na de mi történt itt? Ebből miért jó ez a bárkiből bármi lehet? Mert ez üzlet, hölgyeim és uraim. Hát ez arccal a pénztár felé. Tehát nincs szelektáció, nem gondolkodok én. Látja, hogy soha nem lesz belőle. De bóbita táncol, szárnyat idéz a maracra, ráül ígér neki csókot, röpteti és kikacagja. Tehát nagyjából ez a folyamat, ami zajlik.
Nem lehet mindenkiből minden. Ezeknek a harci művészeti iskoláknak a fő profilja az, hogy a harcos archetípus számára biztosítson önismereti lehetőséget, és az önismereten keresztül a személyiségét lehessen fejleszteni. Akkor, amikor lovasi jászatról beszélek, két külön utat kell bejárni, az egyik a lóval való kapcsolat, a másik az íjjal való kapcsolat. Az íjászat egy befelé vezető út. Minden lövéssel egy picit közelebb tudok kerülni önmagamhoz. Mi történik a lövés pillanatában? A lövés pillanatát úgy értik meg, ha a Sixtusi kápolna, megvan ez a két új. Köszönöm szépen. Köszönöm, megvan. Megvan ez a két új, ugye? Michelangelo. Igen, igen. Most már csak elkedőd, melyik. Na most nem, ez a két új, ez nem ér össze. Vagyis ez a két új mi között van? A gondolat és a cselekvés közt van. A gondolat és a cselekvés között, a szellem és az anyag között van. Ott van egy átmenet, misztikum fedi. Tehát nem tudjuk, mi történik. Hogy teszek szert önismeretre? Megfeszítem az íjat, elképzelem, hogy az a nyílvessző belerepül a célba, de én a gondolatomban vagyok. Majd egy pillanatban létrejön a cselekmény. Az újak nem találkoznak. Erre nem látok rá, nem tudom, mi történik. Misztikus dolog, hogy a gondolatból hogyan lesz cselekmény. Elengedem, létrejön egy oldás, ez a nyílvessző kirepülés, én mit látok? Látom a szétszórtságomat, az összeszedettségemet adott esetben, igaz? Tehát rögtön egy, miről látok képet? Magamról. Ha magamat látom a céltáblába, összeszedett vagyok, akkor ott vannak a vesszők. Szétszórt vagyok, akkor szanaszét vannak a vesszők. Na de mitől vagyok összeszedett? Mitől vagyok szétszórt? Érezzük az önismeretet, hogy kérdéseket teszünk fel, jó, mellé lőttem, de miért? Hát miért nem jött létre ez a kapcsolat a gondolat és a cselekmény között? Messzire vezet a dolog. Ott van a ló. A lóval való kapcsolatunk, a külvilággal való kapcsolatunknak a szimbóluma. Én elkezdek egy lóval dolgozni, hogy nézek arra a lóra? Eszközként nézek rá? Egy alárendelt szereplőként nézek rá? Egy partnerként nézek rá? Tehát mi az én szemléletem akkor, amikor egy lóval elkezdek dolgozni? Már megmutatkozik az, nézzék, ahogy az ember a lovával bánik, úgy bánik a feleségével. Úgy bánik a környezetével, úgy bánik az alkalmazottaival, az történik minden. Partnernek nézi, eszköznek nézi, alárendelt szerepnek nézi. És elindul egy kommunikáció. Én rengeteget tanultam a lovaktól, mert én úgy indultam hozzá, amit láttam, hogy ez egy alárendelt. Hát én ülök a hátán, feszítőzabla, sarkantyú, gyerünk, hát azt kell csinálni, amit én. És aztán ahogy múltak az évek, megtaláltam a partnerkapcsolatot, megtaláltam a lényt, megtaláltam az empátiát a lelkébe, és elindult, hát azt látták, hogy állott 12 ló vigyázva, és meg se mozdul, és hát egy csodák. Na most nagyon kis állomásokban, hogy értsük magát a harci művészetet, ezekből mit kapok? Kapok egy képet önmagamról, létrejön egyfajta önismeret. Ez alapján, az önismeret alapján el tudok indulni egy személyiség fejlesztésen. Hogy vannak bizonyos elakadások, lemaradások, dolgoznom kell rajta. Hogyha én egy nagyon urhatnám, autoriter, akaratos fickó vagyok, akkor nekem ezen el kell gondolkodni. Hol változtatom meg a mentalitásomat? A lóval való kapcsolatban. Amikor a lóval való kapcsolatban én már elértem egy szintet, akkor szépen elkezdem a körülvevő világba ezt létrehozni, és létrejön egy fejlődés. Tehát igazából a lovasi jászat egy eszköz. Én a lovasi jászatban nem látok célt. A lovasi jászatban egy eszközt látok, és mindig azt mondtam, hogy a másodlagos hatások az elsődlegesek. Hát az, amit hazavisz egy tanuló. Hát, hölgyeim és uraim, jönnek az istállóba, és körbe gerebjézik magukat. Nyírják a füvet, és körbe nyírja magát. Úgy megy a fűnyíróval, mint egy mérgezett egér. Tehát nincs az, hogy
valami rend. Tehát, hogy valahogy nyírom itt, elindulok, hogy olyan a nyergek az istálóban vannak. A lovak az istálóban vannak, de elmondom a tanítványnak, hogy vigye a lovardába a lovat, és nyergelje föl. Főtesz a hátára egy nyerget, főcipeli, majd látom, hogy az istálba főcipeli a lovat. És mondom, nem lett volna egyszerűbb, hogyha itt ezt a nyerget főteszi a ló hátára? És akkor látszik a döbbenet rajt. 500 méter van a két épület között. Hát, aha. Tehát érezzük a problémát? Tehát a mai világban nem tudom, mi történik, de a gyakorlatias gondolkodásmód az le van nullázva. És én tanítok a színművészetén, beszéltünk itt a hipológus szakról, meg az Állatorvos Tudományi Egyetemnek van egy hipológus szaka, a Testnevelési Egyetemnek van egy lovaskultúra szaka, hozzám rengeteg fiatal jár, és azt látom, hogy a gyakorlatiasságot, mintha kiölnék belőlük. Tehát nincs egy nagyon egyszerű gyakorlati szemlélet, valahol a zegekbe járnak, nem tudom, mit csinálnak közben, de na, ezeket a hiányosságokat kell pótolni. És nézzék, a vezetés például, erről néhány szót hadd mondjak. Tehát egy jó közösségben három vezetési modell működik. Arról ismerjük fel ezt a jó közösséget. Van egy autoriter, egy diktatórikus, egy parancs, amikor azt mondom, hogy mindenki arra megy. Van egy demokratikus, amikor leülünk és megbeszéljük, és van a laissez-faire, amikor azt csinál mindenki, amit akar. Ez a három van. Tehát nem úgy működik egy rendszer, hogy elhozok egy döntést, és azt mondom, hogy nálunk minden demokratikus, vagy hozok egy döntést, mindenki azt csinálja, amit mondok, vagy hozok egy döntést, hogy mindenki csinálja, amit akar, hanem mindig a helyzetnek megfelelő, a tanítvány szintjének megfelelő a tevékenység. Nyilvánvalóan, amikor egy tanítvány odajön, egy autoriter rendszerrel találkozik. Ne is kérdezzen, menjen, csinálja, meg kell neki mutatni mindent, ez a tanuló időszak az intelligenciáján múlik, hogy meddig tart. Majd beér egy demokratikus rendszerbe, amikor megbeszéljük a dolgokat. Na most, eljutottunk erre a szintre, hogy látja tovább, mit rakjunk össze, stb. A legmagasabb szint ez a laissez-faire, amikor azt tudom mondani egy tanítványnak, hogy tegye a dolgát. Milyen feladatot csináljak, mester? Találja meg a munkát, csinálja meg az edzést, amit jó. Ez a legmagasabb szint. Na most idáig nekünk el kell jutni, ahhoz, hogy ezt létre tudjuk hozni, ennek a három irányítási rendszernek együttesen jelen kell lenni egy jó közösségbe, és ehhez kellenek megfelelően karizmatikus figurák, akik ezt tudják működtetni. Csak az olvassa versemet, ki ismer engem és szeret. Mivel a semmiben hajóz, hogy mi lesz tudja, mint a jós, mert álmaiban megjelent emberi formában a csend, szívében néha elidőz, a tigris meg a szelidőz. Van a tigris, meg van a szelidőz. Na most, ami hibát én látok a világban, vagy tigris üzemmódba tolja végig az életét, vagy beragad a szelid üzemmódba, és egy kis őzikeként éleli az életét, vagy talán mindegyiknél rosszabb a kettő között vagyok. Hogy ez se, az se. De gyakorlatilag egy lókiképzésnél, vagy egy párkapcsolatban, tehát azért ott az én párkapcsolatomban a tigris néha megjelenik, meg a szelidőz, tehát ott, és nem én vagyok a tigris minden esetben. Tehát. Na most itt nekünk az életünket egy ilyen széles skálán kell tudni mozgatni, és jelenleg a pedagógusok, ugye megfordulott, mit tudom én, pár ezer gyerek évente, a pedagógus itt van a tigris meg a szelidősz között. Igazából nem elég szelid, igazából nem elég tigris, tehát hogy ott most mozdulni kéne, csinálni kéne valamit, és be van szorítva ebben a rendszerben, ez nem jó. Ez nem jó. Hát lassan elfogy a víz. Van-e kérdésük? Mert akkor addig én nem megyek el, amíg... Sőt, tessék parancsolni, nem? Tessék parancsolni. Nekem lenne egy nagyon fontos kérdésem, amit szeretnék tudni, hogy mi a vélemény. Szokva.
Tehát lenne egy nagyon fontos kérdésem, amit én nagyon sokan gondolkodtam, és érdekelne a Lajos véleménye. Én nem vagyok egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen harcos arhetipus, de nagyon sokat tanultam a lovakkal való együtt dolgozásból, és van egy ilyen kassai rovással felírt íjam is. Úgyhogy azért valamit. Nagyon sokat jelentett számomra. Az a 90-es években van az a rovás. Így van. És most gondolkodóba estem többször azon, hogy látom pedagógusként, szülőként, most már nagymamaként is, hála Istennek, hogy vannak ünnepeink, amiket én szeretnék akkor megünnepelni, amikor van annak az ő napja. És nem lehet. Tehát, hogy ez mi ez a tendencia most? Vagy tudunk erre bármilyen választ, hogy valahogy minden elkerül egy ilyen hétköznapra, hogy a hosszú hétvége felszabaduljon, és hogy teljesen máshol tudjuk tölteni érzelmileg is azt az időt, amit egyébként éppen annak a nemzeti ünnepnek, vagy bárminek a megünneplésére kellene szánnunk. Pedig mi próbálkozunk. Volt olyan, hogy ugye én nem itt lakom Mátészalkán, de itt dolgozom. Én átjöttem ide, mert Mátészalkán a napján volt az ünnep. Mindegy, hogy hosszú hétvége volt. Máshol meg, ahol én élek, ott meg nem. Én pénteken nem akarok egy keddi október 23-át ünnepelni, mert akkor péntek van nekem. Szóval, hogy van ennek, például van erre valami megoldása, vagy gondolata, hogy ez miért így alakult, lehet ezen segíteni? Ez engem mostanában nagyon foglalkoztat. Köszönöm. Én a saját példámmal tudnék erre válaszolni. Engem nyomasztottak a kommunista kötelező ünnepek. Tehát gyakorlatilag kihajtottak bennünket, május 1-én végigvonultunk a táblánkon, nem volt önazonos a dolog. Tehát november 7-e, meg nem tudom micsoda, és amikor a rendszerváltás megtörtént, akkor de jó, mondom, én a büdös életben nem fogok fölvonulni. Én soha semmilyen rendezvényen nem veszek részt, mindenütt kellemetlenül éreztem magam. Igen ám, de eltelt 11 néhány év, és egyrészt volt egy hiányérzetem, és volt egy szégyenérzetem. Hát vannak nemzeti ünnepeink. Itt van március 15-e. És hát milyen ember vagyok én, hogy én értem én azt, hogy ott kitaroltak bennünket, de nem kéne nekem itt valamit tenni. És akkor elhatároztam azt, hogy 4 méteres rudakra 3 méterszer másfél méteres magyar zászlókat legyártottam. 12 lovam van. Fehéring, kokárda, és 12-en fölültünk a lóra, senkivel nem volt egyeztetve. Szépen ez a 12 fehér ló, ezekkel a zászlókkal, a két falunk, Kapusmér, meg Bárdvarnokon végigmentünk. A harmadik évben már kim voltak az emberek az utcán. Mert mindig ugyanabban az időpontban mentünk. A negyedik évben már hozzánk igazították a megemlékezést. Értik? Példa, mindenen keresztül a példa. De én nagyon örültem, hogy ennek vége, és utána nagyon kellemetlenül éreztem magam, aztán bűntudatom, szégyenérzetem volt, és aztán tettem egy lépést, és ettől a pillanattól kezdve, március 15-e, ez március 15-e, úgy képzeljék el, hogy 8-10 éves gyerekek viszik a zászlót, hogy a szél lefújja őket, a szél lefújja a gyereket. Úgyhogy ott megyünk mellette, de mit tudom én, egy 100 métert annak a gyereknek is el kell vinni. Mindenkinek. Vannak a dzsippek, oda fő vannak pakolva a zapraja, nagyja a társaságnak, a platón, megyünk, a jobb fizikumúak végigfutják, valamikor én is végigfutottam, mert nagyjából egy olyan 20 kilométerről beszélünk, tehát nem egy nagy táv, és akkor van egy két platós autó, amin ülnek a kisegítők, és viszik a zászlót, és mindenkinek nem beszélünk semmit. Nem volt egyeztetve senkivel. Mikor érnek ide? Hát olyan 11 óra körül leszünk Kaposmérön. Bárdudvarnokon 1 óra körül. És ott álltak az emberek pogácsával, pálinkával, énekekkel, és valami történt. Én ne várjunk a csodára. Tehát van egy... Az én gondolkodásmódomat meghatározza a szocializmus, amin én szocializálódtam. És a Pajor Tamásnak, akinek valami zseniális szövegei vannak, ő mondta, hogy az a baj, hogy a szocializmusba kapitalizálódtunk, és nem a kapitalizmusba szocializálódtunk. Tehát én úgy voltam ott, hogy,
hogy én nagyon féltem attól, hogy azt a kincset, ami a lovasijászat, a kommunisták elveszik tőlem. Nem tudtam azt, hogy hoznak egy döntést, hogy az íj fegyvernek számít. Tehát nem voltak íjak a 80-as, 70-es, 80-as években, tehát ez nem volt egy népszerű dolog. És mondom, én ott lovagolok, lövöldözgetek, meg íjászom, és mondom, ezek kitalálják, hogy fegyvernek minősül, a szerelmemnek vége, az életemnek vége. És akkor elmentem, vadászvizsgát tettem, fegyvertartási engedélyt szereztem, hogyha mégis kitalálják, hogy fegyvert, addigra már nekem legyen fegyvertartási engedélyem. Én a markáns időszaka az életemnek az úgy szocializálódott, hogy én a rendszertől félek. Értik? A hatalomtól én visszahúzódom. Eszembe se jut, hogy a hatalom engem támogasson. És a legmerészebb álmaim az volt, hogy a hatalom engem békén hagy. Tehát én nem tudok úgy gondolkodni egy hatalomról, hogy majd ott valami, hanem én abba hiszek, amit én megcsinálok. És hogyha engem hagynak tevékenykedni, akkor én fogom azokat a zászlókat, végigmenjünk a falun, és elindul egy pozitív folyamat. És ennyi. Értik? Ne gondolják túl. Ne akarják az egész világot megváltoztatni. Ne akarják Máté Szalkát megváltoztatni. Önmagukat, a közvetlen környezetüket indítsák el ezeket a folyamatokat, amire arra vágynak, hogy jó lenne, hogyha lenne. Tegyék meg. És higgyék el, hogy ezek egy idő után találkozni fognak. De ne várjanak a csodára. Ne várjanak a csodára. Higgyék el, hogy önmagunkban lévő változások nagyon fontosak, hogy mi jussunk el a szintre, és utána legyen egy kis közösség, ami ezt csinálja, és már jól vagyunk. Már jobb lesz a közérzete. Már nem fogja azt érni. Csinálják meg azokat az ünnepeket. Parancsoljanak, van-e még valami? Nem, de Píró Lajos Munkácsy díjas szobrászművész. Megtiszteltetés itt ülni. Bíró András Zsolt féle kurultájról, és hogy viszonyulnak egymáshoz? Nézzék, szét kell választani a szemét és az intézményt. És ez egy nagyon fontos dolog. A Bíró András Zsolt nagyon rossz viszonyban volt a Magyarságkutató Intézettel. Én nagyon sokat beszéltem a Magyarságkutató Intézettel, meg a Bíró András Zsolttal, hogy ne viselkedjen személyként. Ő egy intézmény, egy nagyon nagy intézmény. És én nagyon boldog vagyok, hogy gyakorlatilag a Magyarságkutató Intézet és a Bíró András Zsolt a kurultáj között létrejött egy együttműködés, van egy nagyon jó kapcsolat, ugyanúgy, ahogy hogy én is bekapcsolódtam a Magyarságkutató Intézethez, ugyanis én a szövetekben hiszek, nem a szálakban. Nekünk szövetté kell összeállnunk. Tehát azok a közösségek, azok az emberek, akik mondjuk valamelyest hasonló értékeket képviselnek, azok tessék, álljanak össze. És ne egymás kritizálásába, és ne egymás szarozásába legyünk, hanem maximum nem teszek semmit, de inkább segítem. A Bíró András Zsolt elképesztő eredményeket ért el, és a kurultájnak szerintem túlmutató szerepe van a nemzeten, mert olyan példát tud mutatni a keleti népeknek, ahogy ők is el tudtak indulni. Nagyon komoly. A Magyarságkutató Intézet szintén egy szenzációs dolog. Nagyon sok ilyen kis műhely van, nagyon sok ilyen kis gócpont van az országban, és én nagyon fontosnak tartom az ezekkel való együttműködést. Nekem kezdetektől fogva jó kapcsolatom van a Bíró András Zsolttal, van egy kölcsönös tisztelet, maximális az együttműködés, két nagy intézmény, tehát a Kassai Lovasi Jásziskola és a kurultáj együttműködik, ebbe bekapcsolódott a Magyarságkutató Intézet, egyeztettünk, átbeszélünk dolgokat. Most mondok egy példát, a Viszkis Rablónak volt egy betelefonálása egy műsorban, ahol elmondta, hogy micsoda álkeresztényi országban él, hogy ő elkövetett egy bűnt, de ő a büntetését letöltötte, ő megbűnhődött, ő kiszabadult, de ez az álkeresztény ország nem hagyja őt boldogulni, mert kitiltják rendezvényekről. Ilyen a kurultáj, ahol azt mondták neki, hogy nem lovon jött a Kárpát-medencébe, és ott ne állítson ki. Hát nyilvánvalóan azonnal följön Bíró András Zsoltot, hogy Zsolt, hát ezeket a dolgokat hallottam, én biztos vagyok benne, hogy nem így történt. Azt mondja, persze, hát a felesége 10 évre jár
viszkis rabló felesége 10 évre jár a Kurultájra, ruhákat kiállítja, és a felesége révén egyszer ő is eljött, de a portékája nem passzol abba a kulturális környezetbe, ami maga a Kurultáj. Én se mehetnék oda akárhogy. Én is beszéltem az Andrással, hogy nekem van egy utánfutóm, mondta, hogy az nagyon jó, de ezt én nem vihetem oda. Mert egy autentikus dolog, nincs kérdés. Ugyanez volt a helyzet ezzel a derék fegyveres rablóval is, ezzel a kiváló emberrel, aki aztán itt megbűnhődött a bűneiért, de tehát nem igaz, értik? És ott azonnal rövidre zártunk, tudjuk, hogy mi van emögött, ez egy marha jó PR-fogás, mert már az egész ország sajnálja, ez az álkeresztény ország nem engedi érvényesülni, köze nincs hozzá. Minden vásárnak van egy arculata, és ha egy termék abban az arculatban nem passzol bele, akkor köszönjük szépen. Semmilyen, hát ha egyszer a felesége 10 éve jár oda, értik? Akkor ez nincs. És én nagyon fontosnak tartom, amikor intézmények között van egy együttműködés, hogy legyen beszéd. A Lovasiát című film a Saul fiával együtt került mozikba. És az Index címlapján a következő volt olvasható. A Saul fiát mindenki nézze meg, a Lovasiástól meg ments meg uram minket. Nem volt azért az annyira rossz, szerintem, de a lényeg az, hogy a Jobbik azonnal reagált, és azt mondta, hogy legyen a Lovasiász film kötelező, és vigyék el az iskolás gyerekeket. És Kaszás Géza fölhív telefonon, hogy te hallott, hogy mi történt? Mondom, nem, mi történt? Hát képzeld el, a Jobbik parlamentbe be akarja terjeszteni, hogy a Lovasiász című film legyen kötelező, vigyék el a diákokat, és most írom az elzárkózó nyilatkozatot. Én nem hiszek ezekben a üzengetek Facebookon, meg minden. Beszélni kell az emberrel. Én nem tudtam, hogy az a Vona Gábor kicsoda, ő volt az elnöke, akkor még a Jobbiknak. Megszereztem a telefonszámát, és fölhívtam. És mondtam, hogy Vona úr, hallottam, hogy az a tervük, hogy kötelezővé tegyék a Lovasiás című filmet. Kérem, ne tegyék. Ez szembe megy azokkal az értékekkel, amit képviselek. Erre azt mondta Vona Gábor, akkor nem tesszük Kassaiul. Érti? De itt elindul a Facebook üzenet, az elzárkózók, a nem tudom én micsoda, tehát már valahol elfelejtettük azt, hogy egymást szemébe nézünk, vagy fölhívjuk telefon, és elmondjuk, hogy ne. És le van zárva egy ügy, és tudunk tovább lépni. Szerintem rengeteg ilyen hülyeséget el lehetne kerülni, nem borzolja a kedélyeket, a Petőfi laktanya Mária Teréziára való átnevezése, ami enyhén szólva egy nagyon rossz timinggal jött, hiszen Petőfi évét élünk. Tehát szerintem ezek mind olyan dolgok, amik megfelelő szinten nincsenek átbeszélve. Nem kell ilyenekbe belefutni. Tehát itt ugye mondtam én azt, hogy van ez az autoriter rendszer, aminek abszolút helye van. De a demokráciának is helye van, tehát nagyon fontos az, hogy beszéljük már le, hogy Mária Terézia, tehát a Mária Terézia azért az hol is volt? Tehát az egy akkora magyar, hogy elnevezünk róla egy laktanyát, értik? Tehát hogy miről beszélünk itt? Tehát gondoljuk ezt végig, jó, hogy a Mária Terézia alapított itt laktanyákat, de hát azért csak nem a magyarság védelmébe hozta létre ezeket a kis laktanyákat. Tehát, hogy nép nem nevezel elnyomókról. Tehát nem nevezel egy nép az elnyomóiról laktanyákat, vagy akármiket is, még hogyha egy bizonyos embereknek a szín... Nem és kész. Nem nevezem el. Nem egy jó. Szerintem ezeket át lehet beszélni, és ilyen kritikus helyzeteket nem kell teremteni. Ez a véleményem a Kurultájra nagyon pozitív. Még van lehetőség kérdezni, most nem látok ezeket, viszont... Még van egy fél. Igen, viszont Kassai úrral becipeltünk ide egy ládát, amiben könyvek vannak, és most megkérdezem őt, hogy ezeknek aztán mi lesz a sorsa. Hát én nagyon nagy szeretettel dedikálom azoknak, akik vásárolnak ezekből a könyvekből. Az egyik a Lovasiászat című könyv, amit egy olyan 23 évvel ezelőtt írtam, a másik pedig a Levelek, ami akkor kezdődik, amikor ez a Lovasiászat véget ér. A Levelek című könyve ilyen parlamenti felszólalás, úti beszámoló, intelmek a lovasiászoknak, bárhol el lehet kezdeni. A
Lovasi Jász című könyv, meg így a Lovasi Jászat kevéssé gyakorlati részéről, inkább a filozófiájáról, szellemiségéről szól, és nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, nagyon megtisztelő, hogy itt lehettem önökkel. Kedvüket sokkal, viszontlátásra! Köszönjük szépen!